Helebrand Máté pályafutása legnagyobb sikerét aratt a Londonban, élete második 50 kilométeres gyalogló versenyén a 6. helyen végzett, ráadásul a világbajnokságon. Azt beszéltük a mennyasszonyommal, hogyha előtte lévő nap elém tesznek egy papírt, hogy 12. helyezés, szó nélkül aláírtam volna. Úgy utaztunk erre a VB-re, hogy az volt a reális célunk az edzőmmel Pokrovenszky Józseffel, hogy egy egyéni csúcs, illetve egy középmezőnybeli helyezés. Illetve még az is szóba jött, hogy az országos csúcsot egyszer valamikor meg tudom majd dönteni, de azt nem gondoltuk, hogy ez már ilyen hamar el fog jönni, illetve hogy majdnem 5 perccel megdöntöm ezt a csúcsot, ami helyezésben meg egy 6. helyet jelentett, hát ez meg tényleg még mindig felfoghatatlan. Dr. Szokol Diana az úszók Masters világbajnokságán remekelt, a nyíregyházi versenyző előbb nyílt vízen lett második, majd 400 és 800 gyorsan is ezüstérmet szerzett. A legértékesebbnek azonban a 3000 méteres nyílt vízi érmet tartja, mivel itt viharos időben kellett versenyezniük. Nem csak magát az úszást kellett, hanem a elemeket is leküzdeni, és ez volt az első érmem is ezen a világbajnokságon. Én ezt tartom a legnehezebbnek és a legértékesebbnek is, mert itt nem csak azért úszott az ember, hogy nyerjen, hanem azért, hogy túlélje az egész versenyt, mert itt a mezőnyből a 10%-át kiszedték az embereknek, mert annyira veszélyes volt. A két versenyzőt ma a sportért felelős államtitkár és Nyíregyháza polgármestere is köszöntötte. Dr. Szabó Tünde, mint egykori sportoló, pontosan tudja, mekkora munka van egy-egy ilyen eredmény mögött. Mi is a kormány részéről nagyon odafigyelünk, hogy tudjuk támogatni ugye a fiatal korosztályt, az élsportolóinkat. Nagyon fontos a szabadidősport, és ugye létesítményeket fejlesztünk, nemzetközi eseményeket hozunk hazánkba pont azért, hogy láthassák a fiatalok is, és esélyt adjunk az itteni élsportolóinknak is, hogy hazai közönség előtt milyen versenyezni, és a fiatalok pedig láthassák közvetlen közelről ezeket a példaértékű sportembereket, úgyhogy ezért is nagyon fontos. A város igyekszik megteremteni a hátteret ahhoz, hogy a versenyzők megfelelően felkészülhessenek. A jövőben új atlétikai centrum és uszoda is épül. Az atlétikai centrum kivitelezésére vonatkozó közbeszerzést szeretnénk elindítani a következő hetekben, annak érdekében, hogy következő év tavaszán a tényleges munka is elkezdődhessen, és az úszásnál is van jó hírünk, hiszen folyik a tervezés az új úszodának, amit az aréna mellé tervezünk, és remélem, hogy a következő évben annak az építését is meg tudjuk kezdeni, el tudjuk indítani. Reálisan ott az átadással, a nyitással 2019-re számíthatunk. Helebrand Máté számára ez a hét is nagyon fontos lesz. A sportolónak pénteken lesz párjával az esküvője.